Sziasztok srácok! Mugi vagyok, és most egy Uchiha showrenddel jöttem hozzátok. Persze itt most azokról az Uchihákról lesz szó, nem az egész klánról, hanem azokról, akikről tudjuk nagyjából a képességeiket, meg hogy kicsodák és micsodák. Ugye ez az top 5 Uchiha lesz. Nem is szaporítom tovább a szót, kezdjük az utolsó helyen, az ötödikkel. Igen, skacok, Shisui van az ötödik helyen. Nagyon erős, nagyon jó ninja volt, nagyon jó shinobi volt. Igazi Uchihák között a legerősebb lehetett volna. Szóval nem kapott sok időt a történetbe. Tiszteletre méltó, hogy egy szemmel is meg tudta csinálni a Susanoo-t, de az még a többiekhez képest azért kevés, ha a végeredményt nézzük. Ezért Shisui nekem az utolsó helyen. Menjünk is tovább, jöjjön a negyedik helyezett. Igen, a negyedik helyen nekem Itachi van. Ugye őt is nagyon hamar kiírták a történetből. Nagyon tiszteletre méltó ninja, nagyon erős ugye a Susanoo-ja is, de nem erősebb, mint mondjuk egy perfekt Susanoo, akárhogy nézzük. Én szerintem Itachi van a negyedik helyen. Igen, a harmadik helyen Obito van. Ugye Obito a Kamui képességével megfűszerezve, és az, hogy a fél teste Zetsuból van, szerintem erősebb, mint Itachi. Nem tudná Itachi egyik fegyverével se legyőzni, vagy átmegy rajta, Genjutsut meg feloldja, Izanagit, Izanamit ugyanúgy ismeri Obito is. Ő volt Madara tanítványa is egy. Na most ugye az első és a második hely nagyon nagy vitákat tud szülni. Gyorsan megmutatom a második helyet, meg az elsőt, aztán jön hozzá az ér meg a megmagyarázás, hogy miért is így döntöttem. Jön a második. És ugye jön az első. Na hát, ugye nagyon nagy vitákat tud szülni, hogy ki az erősebb. Szerintem a felnőtt Sasuke el tudná verni a Yubidara formát, meg a sima madarát is, az biztosan. Bár a Yubidara forma eléggé kacifántos forma, speciális forma ez. Ugyebár tudja a regeneráló képességet, ami nagyon megnehezítené Sasuke-nak a dolgát. De szerintem a felnőtt Sasuke, aki már azért Otsutsukikkal küzd, kettővel is, egyel is, ő már szerintem le tudná úgy pecsételni a Yubidarát, hogy az ne tudjon kitörni belőle semmiképp. Észrevettem azt, hogy a fiatal Sasuke az már azért a limbóra is rájött, amikor megkapta Hagoromótól az erőt. Azért már úgy tartotta nagyjából Yubidarával a lépést, de azért nem tenném rá a nyakamat, hogy ő nyerne. Ezért döntöttem úgy, hogy beleveszem a felnőtt Sasuke-t is. Ő, a felnőtt Sasuke biztosan elverni a Yubidarát is, és a sima madarát is. Ezért tettem őt az első helyre, madarát a második helyre. Tehát a sorrendem úgy van, hogy Sasuke legyen úgy, hogy a felnőtt Sasuke, Madara a második helyen, harmadik helyen Obito, negyedik helyen Itachi, és ötödik helyen van Shisui. Ez volt az én Uchiha sorrendem. Ne felejtsetek el feliratkozni, és ha tetszett a sorrend, vagy sorrendes téma tetszik, nyugodtan írjátok meg kommentben, milyen sorrend legyen még. Én Mugi voltam, sziasztok!